Most 296-on vagyok. Annyira lecsökkent, reméljük, hogy azért fog ez szaporodni tovább. A település művelődési házában tartotta meg évértékelő közgyűlését a KMKS Benei alapszervezete. A napi rend elfogadását követően elnöki beszámolójában idősebb Molnár László elmondta, a nehéz körülmények ellenére igyekeztek minden a magyarság számára fontos rendezvényt és megemlékezést megtartani. Sajnálatos módon nem egész úgy sikerült, ahogy mi szerettük volna, ugyanis reméltük, hogy a háborúnak vége lesz, és akkor visszatérhetünk a eredeti megmozdulásunkba, és esetleg komolyabban is ünnepelhetünk, megemlékezhetünk az ünnepeinkről, illetve azokról az eseményekről, amelyekről szoktunk, de sajnos nem úgy alakult. Ennek köszönhetően továbbra is csak csendes rendezések voltak, csendes koszorúzások, csendes megemlékezések, ami hát sajnálatos módon nem egész olyan, mint ahogy mi szeretnénk. Valóban a tagság az csökken évről évre, ennek az az oka, hogy nagyon sokan halnak meg. Ha régen azt mondom, hogy évente 2-3 KMKS tag halt meg, akkor most 8-9-6, a múlt évben 6-an haltak meg, 8-an költöztek ki, akikről tudjuk, hogy nem fognak hazajönni, tehát ezeket már elveszítettük. Belépni ugye a fiatalságnak kellene, akik most oda vannak, belépő nincs. Ennek következtében csökken a taglétszám. Most pillanatnyilag 296-an vagyunk. Hát biztatjuk a tagságot, próbáljuk a lelket tartani bennük, reméljük, hogy sikerül, és egyszer csak vége lesz ennek a háborúnak, és azért sokan még bízunk benne, hogy hazajönnek. Ezek szomorú dolgok nagyon, ugye, hogy kevesebben vagyunk, de azért hadd említsek egy néhány olyan dolgot is, ami vidámabbá teszi az életünket. Mi mindent megtettünk azért, hogy a fiataljainkat egy kissé felrázzuk, ennek köszönhetően jöttek el a gyerekeinkhez az iskolába tartani egy gyermek délelőttöt, egy mese délelőttöt, amit nagy örömmel nézek végig a gyerekek, ez a Beregszászi Színháztársulat jött el hozzánk szerepelni. A gyerekek nagyon élvezték különösen az előadást, majd utána természetesen a szervezett munkát is, amit próbáltak megszervezni úgy, hogy a gyerekeinknek nagyon érdekes legyen. Aztán jártunk a látogató központban, Csomán, szintén nagyon érdekes volt, és hát ez előre mutató, ugye mégiscsak azért építgetjük, csinálgatjuk ezeket a dolgokat, hogy a gyerekeink a jövő iránt valami kis reményt csepegtessünk belejük, és hogy bátran álljanak ki, magukért jöjjenek, és folytassuk tovább a munkánkat. Lesz még kenyér máskor is, és a magyarok kenyerébe is, hogy vegyenek részt, mert az összetartozásunknak a jelképe. A közgyűlésen jelen volt Vince István, Bene egykori polgármestere, a Beregszászi kistérség alpolgármestere. Stábunknak elmondta, a 2022-ben elkezdődött orosz agresszió rányomta bélyegét a kistérség és Bene település fejlődésére. Mint mindjárunknak, a Bene községnek is a háború rávetette a bélyegét erre az elmúlt 2023-as esztendőre. Természetesen ugye a háború 2022-ben kezdődött meg, és ezért már előrevetítődött, hogy rengeteg tervünk, ami a kistérség, azon belül Bene község fejlesztésével kapcsolatban is volt a fejünkben, az meg fog kiúsulni. Az előre vetített dolgok, tehát meg is úgymond be is következtek, tehát úgymond költségvetésben ugye szigorítások történtek, első számú szempont mindig ugye a hadsereg támogatása, ezért szinte azt kell, hogy mondjam, sajnos abból, amit elterveztünk még a kistérség megalakulásakor, nem sok minden valósult meg. Talán azt mondom, hogy apró kozmetikálást tudunk végezni, tehát van a kistérség minden településen, köztük Benébe is, az legfontosabb, hogy van előjárói körzet, ami azért is fontos, hogy az emberek érezzék és tudják, hogy van hová felmenniük, van hová elmondani a problémájukat. Más kistérségekben 3-4 települést is összevontak egy
előjárói körzetbe. Nálunk azért kitartottunk amellett, hogy minden településen legyen, és mondom, tehát apró cseprő dolgokat tudunk, tehát globális dolgokban nem is gondolkozunk. Ami a legfontosabb, az intézmények fenntartása, tehát óvoda, iskola, bár úgy tűnik, hogy ez alapvető dolog, de a kistérség megalakulásával, tehát ez a nagyobb részt a kistérség feladatává is vált, tehát őnek, saját magunknak kigazdálkodunk nagyobb részt ennek a két intézménynek a fenntartását, és ez nagyon fontos számunkra, mert hát ugye megmaradásunk záloga is, hogy tehát óvodánk, iskolánk, templomunk az legyen. Az alpolgármester hangsúlyozta, ugyanakkor kihasználva a lehetőségeket, közös finanszírozással igyekeznek néhány fejlesztési programot megvalósítani. A kistérség polgármester, Babja Zoltán polgármester úrnak van egy ilyen terve, hogy minden előjárói körzetben a kadencia végére legyen ravatalozónk. Ezzel is próbálunk a civilizáció felé haladni, és ebben a programban úgy van, hogyha maga a közösség megépíti 50%-ba, a másik 50%-át a kistérség hozzáteszi. Ez pont a dokumentáció elkészítése, föld a földdokumentációnak az elkészítése, a projekt elkészítése folyamatban van, úgyhogy van ilyen tervünk, természetesen a minden attól függ, hogy mennyire leszünk erősek, mint közösség, mennyit tudunk mi hozzátenni, esetleg testvértelepüléseink, vagy akik elköltöztek már innen, de úgy érzik, fontosnak érzik, hogy a falukért tegyenek valamit, és minden ettől fog függni, és az az 50% meg lesz, a másik 50%-ot én gondolom, hogy a kistérség kifog. 35 évesek vagyunk, és hamarosan megjelenik a KMKS 35. évfordulójára egy könyv. A közgyűlésen részt vett Sin József, a KMKS Beregszászi középszintű szervezetének elnöke, aki az aktuális kulturális és politikai helyzetről tartott előadást. Elnök úr hangsúlyozta, az alapszervezetek tagságával való találkozói során azt tapasztalja, egy széleskörű együttműködés és összefogás van kialakulóban, ami a közösségek megmaradását és fejlődését eredményezi. Tapasztalom az egyes községekbe, az alapszervezeti közgyűlésekbe, hogy egyre inkább kezd kialakulni egyfajta egység, összefogás. Tehát így a községi alapszervezetünk elnöke együtt tud működni a tiszteletes úrral, a járási képviselőikkel, vagy helyi képviselőikkel, az elöljáróval. Tehát mindez a község javára válik. És itt Benében is szeretném megemlíteni, hogy az összefogás eredményeképpen számos intézmény újult meg. Ezt nagyon jó szívvel veszik a helyiek is, tapasztaljuk. Tehát amellett persze vannak olyan kérdések, amelyek jelen pillanatban nem oldhatók meg. Itt a háborús viszonyokra gondolok. De ugyanakkor tudunk biztatót is mondani nekik ebbe a nehéz helyzetbe. Ez bizonyította a mai nap is, de mint mondtam, a legfontosabb végül is az, hogy megvan az egyes községekben az összefogás, ami az előrehaladás egyik feltétele. A közgyűlés egyhangulag jónak minősítette a KMKS Benei alapszervezetének tevékenységét az elmúlt időszakban. Az ülést követően idősebb Molnár László, Mónus Gyula és Szerényi Ferdinánd Bene község jelene és múltja című 1934-ben megjelent, 2023-ban újra kiadott kötetével lepte meg a jelenlévőket.